Jó reggelt kívánok, 7 óra után kedden reggel a Starban Rétvári Bencével folytatjuk a műsort. Jó reggelt, szépen. A KDNP alelnökeként én azt gondolom, hogy bizonyos dolgok nem nagyon lehetnek vitásak, tehát amikor a Jobbik azt mondta, hogy legyen halálbüntetés, a KDNP alelnökeként megszólalt, mondta, hogy kereszténydemokrata politikusként nem is mondhat más, de egyébként gondolt mást? Tehát volt egy pillanat, amikor eljátszott azzal a gondolat, hogy igaza lehet mondjuk a Jobbiknak, amikor még a mostani elrendezésnél is súlyosabb berendezkedés szeretett volna a jogrendszerben? Szerintem nem is a Jobbik miatt, nem az ember, amikor olyan büntető ügyekről hal, amikor valaki különös kegyetlenségedől meg valakit, vagy rokonát töri meg, vagy sorozatosan csinál ilyeneket, akkor belegondol, hogy milyen ember lehet az nyilván valaki, aki ilyet elkövet. De ugyanakkor keresztény emberként meg hát az életet nincs jogunk elvenni, úgy gondoljuk, úgyhogy ezen a téren is nyilván van, lehet valós életfogytiglan és más mellett szólni, de az életet magát elvenni azt nem szabad, és esetleg az ember, amikor lát egy-egy hírt, hogy megismételt eljárásban kiderül, hogy nem azt követte el azt a súlyos bűncselekményt, akinek a terhére fölrótták, akkor szintén elgondolkozik, hogy de jó, hogy az illetőt nem lehetett halálbüntetéssel sújtani igazságtalanul. Ez hogy működik a napi gyakorlatban a kormányon belül is, akár meg a frakciószövetségen belül is, amikor van egy vitás helyzet, mondjuk a másképp értékeli a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja egy kérdéskör tárgyalásában magát az ügyet, akkor mennyire akceptálják azt, hogy ha azt mondják, hogy keresztény emberként, keresztény politikusként nem gondolhatom másképp? Szerintem ez a KDNP messze túlmutat, hiszen a Fidesz frakcióban is vannak nagyon sokan, akik akár katolikusként, reformátusként, vagy más felekezethez tartozóként fontosnak tartják ezeket az értékeket, úgyhogy ilyenkor, mivel általában közösek a frakciószövetség üléseink, kicsit el is mosódnak ezek a határok, nyilván tőlünk könnyebben elfogadják mindig, hogy ilyenre hivatkozunk, és akkor ezt a KDNP álláspontjaként inkább tudják akceptálni egy ilyen vitában. De úgy gondolom, ez hivatkozási alap is lehet önökre. Oda-vissza, igen. Hogy nem engedi a KDNP, mert... Így van, és ez, hát a Fideszen belül ezt pártoloknak is nyilvánvalóan ez egy jó érv, hogy a KDNP ezügyben elég egyértelmű állásponton van, már pedig halálbüntetés nem lehet. Na, kicsit beleláttunk. Akkor viszont most a tények. Az Alkotmánybíróság pénteken tájékoztatta az MTI-t arról, hogy felfüggesztette a családvédelmi törvényes öröklésről szóló rendelkezésének hatályba lépését. Ez jelente a napi gyakorlatban valamiféle korlátot a törvényes rend szempontjából? Jelente valamit az új törvény bevezetése szempontjából, hogy felfüggesztette, tehát nyilván ez most nem történik meg, és milyen menetrend szerint mennek tovább? Egyáltalán mi a baj az Alkotmánybíróságnak? Ez egy új dolog, tehát én alkotmányjogilag ez egy kis kuriózum, ami most történt, hiszen eddig erre nem volt lehetőség az Alkotmánybíróságnak a korábbi törvény alapján, hogy a törvény hatályba lépését függessze föl. Ugyanakkor a családok védelméről szóló sarkatos törvény lépcsőzetesen lépett hatályba, a nagyobbik része az január 1-én, és egy kisebbik része, itt az öröklésre vonatkozó szabályok, hogy a család definíciója, az azért, mert a jogrendszerben ez koherenciazavart okozhat, ezért későbbre tettük, hogy ezeknek a kiküszöbülésre legyen idő. De a januárban életbe lépett, ez már nem befolyásolja semmiben, ez a júliusban életbe lépett, elé lépett oda, és mondta azt, hogy ez most nem. Igen, most vasárnap. Tehát nem most a régi szabályok érvényesek még. Így van, ez a módosító javaslat szövegszerűen ugyanígy felmerült az alkotmány vitájában, és ott az alaptörvényben nem került be, utána most bekerült a családokról szóló sarkatos törvénybe. A lényeg benne az, hogy van a polgári törvénykönyvben egy bizonyos öröklési szabály volt, ebben egy bizonyos öröklési szabály, a kettő nem volt 100%-ig megegyező, és így a jogrendszerben ugyanarra az élethelyzetre kétfajta öröklési szabály lett volna. Nem az általános problémát jelentett volna ez, hanem csak kisebb részterületeken, de az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem lett kiküszöbölve a kettő között a ellentmondás, ebben igaza is van. Én úgy gondolom, hogy... De mi volt az alapvető differencia? Volt tényleges differencia, vagy egy megfogalmazásbeli különbség volt csupán? Nem, a pontos öröklési rendben volt bizonyos részletekben különbség, de ettől függetlenül szerintem az őszi törvényalkotás folyamán, amikor is az új polgári törvénykönyvnél, vagy az öröklési könyvben ez úgyis előkerül ez a kérdéskör, akkor ott majd rendezni tudjuk, akár majd előremenőleg, amikor még másfél-két év múlva az új PTK majd hatályba lép, akár időközben is, hogy már 2013. január 1-től ez rendezett legyen. Megkönnyebbült attól, hogy amit az ombudsman meg a baloldali, az ellenzéki pártok folyamatosan forszíroztak a család meghatározása a törvényben, ez érintetlenül maradt az Alkotmánybíróság által? Számomra ez fontos üzenet az Alkotmánybíróság részéről, hiszen láthatóan foglalkozott a törvénnyel, behatóan foglalkozott, ugyanúgy felfüggesztette volna a hatályba lépését ennek a passzusnak, de nem tette meg.
Ez nekem egyfajta pozitív előrejelzés, hogy az alkotmánybíróság szerint is az alaptörvényel összeegyeztethető. Szerintem is egy befogadó definíció ez a családról, hiszen arról szól, hogy a család egy kapcsolatrendszer, és abban vannak ilyen kapcsolatok, van benne házasság, van benne örökbefogadás, van benne egyenesági leszármazás, tehát nagyon sokféle családon belül relációt definiál, és ahol ezek megvannak, tehát néhány van két generáció legalább egy családon belül, vagy egy ilyen kapcsolaton belül, az már ugye itt a vita a férfi és nő meghatározásban hát ezt a vitát található az igazából. Az alaptörvény eldöntött, én úgy gondolom, az alaptörvényben benne van, hogy házasság férfi és nő közötti kapcsolat. Ettől függetlenül nyilván valakik másként kívánnak együtt élni, azoknak a magánéletében az állam nem szól bele. A rájuk vonatkozó szabályok az előző kormányok alatt kialakultak, ebben változás most nem történt, de a házasság az egy kiemelt állam által támogatott forma. Az állam nem szól bele általában, hogy ki hogyan él, ezt a mi kormányunk sem kíván beleszólni a senkinek a magánéletébe, de vannak az állam szempontjából, főleg a nemzet megmaradása szempontjából, fennmaradása szempontjából olyan kapcsolatok, amelyeket preferál, mert gyerekek születnek belőle, vagy tartósabbak, a többiek úgy élnek, ahogy akarnak, abban semmifajta beleszólás az államnak nincs, de ami az állam szempontjából előnyös, azt az állam nyilvánvalóan támogatja. És az Alkotmánybíróság így hagyta ezt. Meglátjuk a végső döntését, majd de ez pozitív előjel, hogy ez így marad. A Freedom House programigazgatója azt állította, hogy Magyarországon az elmúlt két évben nagyon erős hanyatlást tapasztaltak több vizsgált kategóriában, tehát szabadságjogi hiátust véltek felfedezni. Erre azt mondta, hogy kellene a Freedom House-nak egy budapesti iroda. Bérelt már nekik? Nem, még nem béreltem. Nekik volt, nekik korábban is vannak nemzeti szakértőik, de úgy láttam, amikor magát a jelentést is az ember átnézte, vagy amikor volt egy ilyen viszonylag hosszabb beszélgetésem egy Washington irodájuknak a képviselőjével, hogy egy bizonyos szempontból jól tájékozottak, de hát úgy mondjam, azokat az érveket, azokat a tényeket, azokat az elfogadott törvényeket, vagy azokat a mostanában elfogadott törvénymódosításokat, amelyek azok az érvekkel szemben állnak, valahogy mintha nem ismernék, valahogy mintha kimaradtak volna. De magyarán a kormányzati érvelést nem ismerik, az ellenzéki érvelést annál inkább. Úgy lehet, hogy beható volt. Tehát azért lenne érdemes itt, hogyha már így kibővítik a Magyarországról szóló jelentéseket, sokkal részletesebbek, akkor itt a terepet is jobban kéne ismerni, nem lenne rossz, ha elsétálnak egy újságos bódé előtt megnéznék a főcímeket, és utána mondanák, hogy Magyarországon korlátozott a sajtószabadság, vagy sem. Könnyebb úgy objektív képet kialakítani. Nem menni bele részletesen, de tudja, ez nem a főcímeken múlik, és nem azon, hogy talál-e ellenzéki sajtóterméket az újságos bódénál. Hát a sajtószabadság azon azért múlik, hogyha megnézik a legnézettebb híradókat, megnézik a legolvasottabb hírportálokat. Azért a legolvasottabb hírportálokon nehéz a kormányzatot feltétlen pozitív színben feltüntető cikkeket találni, annál inkább nyilván olyanokat, amelyek kritizálnak. Ez természetes is, tehát ez a sajtó természetesen nyilván van, ez egyfajta kontroll a kormányzat felett, és mindig is jó, ha így van, tehát ez kell, nekünk is kell. Hát nyilván az ember nem szereti, de hasznosnak tartja, mert házon belül is mindenkit éberen tart, úgyhogy ez ilyen szempontból jó, mert hosszú távon az emberek úgy is éreznék, ha a kormányzat rosszul dolgozik, és jobb, ha a sajtó előrejelzést tudunk úgy korrigálni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a sajtószabadsággal kapcsolatban az embereknek különösebben nem lehet olyan érzése, hogy ez korlátozott. Bárki, aki ellenzéki érveket akar olvasni, hát nem nehéz interneten, híradóban, rádióban, tévében. Hát nem csak a Freedom House képviselőjét, hanem az itthoni demokratákat is meg kell erről majd győzni, de hát végül is kormányzati kommunikáció a terep, ami ezzel foglalkozik, szerintem van dolguk. Van dolguk a korrupció megelőzéssel is, az meg a tárcájának az egyik fő programja, ugye a közigazgatási korrupció megelőzési program, az hogy áll? Ennek a egyik része nyílt kormányzásról való egyeztetéseink állnak a legjobban, hiszen itt úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a USA, a Norvégia és még pár ország által kezdeményezett nyílt kormányzás programhoz. Egyébként nem vagyunk ebben egyedülállóak, itt a Közép-Európa régióban is szinte mindenki jelezte már ebbéli szándékát, hogy előbb-utóbb ehhez csatlakozni kíván. Itt meg kell jelölnünk bizonyos területeket, hogy az átláthatóbb döntéshozatalt, vagy az állampolgári tudatosságot milyen mértékben kívánjuk növelni. Itt civil szervezetekkel, jelentős civil szervezetekkel már kétkörös egyeztetésre került sor. Múlt héten ők elküldték a egyeztetések utáni véleményüket, hogy pontosan mely területeket kívánják fejleszteni. Nagyon jó javaslat.
tapasztalataik vannak például, amik szerintem általában is hasznosak, hogy miként láthatják át az emberek jobban a költségvetésnek a felépítését, hogy erre milyen, hát a költségvetés precizitásán azért egy kicsit túllépő, sokkal inkább az emberek számára emészthető formában kellene ezt megtenni. Erre jó amerikai, szlovák példákat mutattak, úgyhogy ezen a területen haladunk. De érdekes, amit mond a civil szféráról, mert közben meg ugye azzal vádolják önöket, most itt a munkatörvénykönyvvel kapcsán is, hogy pont a civil erőt próbálják visszaszorítani a szakszervezeti jogok korlátozásával, a szakszervezeti funkcionáriusok feladatköreinek korlátozásával. Tehát mintha itt lenne egy ilyen kétirányú folyamat, hogyha önnek igaza van. Lehet, hogy az ellenzéki kritika az arról szól, hogy nincs elég együttműködés, másrésztről pedig, amikor nemzeti konzultációt tartunk, akkor azt mondják, az túl drága, tehát akkor meg az a probléma, hogy megkérjük ki az emberek véleményét. Majd László, majd egy óra múlva meg gondolom kifejtő, hogy miért mondja azt, hogy nem csak, hogy túl drága, de még mindenféle alkotmányos jogokat is sért. Na hát ezt majd akkor megnézem én is egy óra múlva, hogy miért sért alkotmányos jogokat, ha valakinek kikérjük a véleményét. Ráadásul ugye az elmúlt... Nyilván nem az, az elmúlt, hanem annak a módja. Az elmúlt konzultációkat ráadásul be is építettük a törvényalkotásba, hát az alaptörvénynek fontos rendelkezései, jogok és kötelességek kapcsán, nemzeti összetartozás kapcsán, vagy a családi választójog kikerülése kapcsán, tehát hogy nem került be végül az alaptörvény szövegébe, ez mind nemzeti konzultáció volt, a valós életfogytiglannak a bevezetése, szintén ezek mind ilyen megkonzultált témák voltak. Úgyhogy szerintem azért ez egy hasznos és egy nagyon jó újszerű lehetőség. Hát meglepett volna, hogyha azt mondja, hogy ez egy haszontalan butaság. De nem, hát gondolj el, hát mi más lehetőséget tudna arra mondani, hogy ne csak 4 évente mondja el mindenki a véleményét, és mindenki sokkal tudatosabb legyen. Hát én is, amikor megkaptam hogy ezeket a kérdőjöveket, hogy meglátta az ember, azért nem olyan egyszerű igen nem válaszokat adni, ezt végig kell gondolni. Jó, persze mennek hát, nyilván egyszerű kérdések. Nagy része tudja ezekre a reális jó választ? Ezekre a kérdésekre? Hát ők nyilván van egy véleményük erről, nyilván van, aki ezt mélyebben átlátja, van, aki ezt kevésbé mélyen, de fontos, hogy az emberek igazságérzete. Mennyit kaptak vissza ezekből eddig? Hát ugye most már 400 000-nél tart ezeknek a visszajövetele, és azért azt tudom még hozzátenném, hogy mi akkor is nemzeti konzultáltunk, amikor nem voltunk kormányon, tehát választókerületi elnökökként ugyanezekkel a kérdőívekkel kimentünk az utcára, az emberek véleményét megkérdeztük, úgyhogy szerintem már ez teszi hitelessé, hogy nem csak kormányon kezdtünk el ilyen szépen foglalkozni. Szépen áthúztunk a korrupció ellenes programtól a nemzeti konzultációidra, de még visszatérnék egy mondat erejéig, nem belemenve a konkrét ügyekbe, tehát amikor Ángyán képviselő azt mondja, hogy úgy zajlanak a dolgok, ahogy zajlanak földügyekben, amikor állandóan a közgépügyeiről cikkezik mindenki, és erről szól a közélet egy szegmensében az élet, akkor az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy egy ilyen kormányzati korrupció ellenes program mennyit ér, akár a kommunikáció szintjén is. Az embereknek ugyanis más az érzetük, amikor a híreket hallgatják. Itt ugye ez mindig messzire vezetne, akár hogyha megnéznénk a földbérletek kapcsán az átlagos birtokméret, amit bérelnek, mennyivel csökkent, tehát mennyivel kisebb az átlag, vagy a közgépnél megnézzük, hogy... De hát itt az átláthatóság a kérdés ebben a dologban, pont az, ami a korrupció ellenes program lényege. Igen, tényekről meg nem szólnak a hírek. Ugyanúgy a Demszky Gábor féle főpolgármester időszakban a közgép felújította a Margit hidat, ami most lett kész ugye nemrég, tehát akkor is kapott megbízást, most is kap megbízást. Külföldi cégek aránya mekkora volt, magyar cégek aránya mekkora, tehát ezt nem csak egy cég viszonylatában kell megnézni. Nyilván lehet megnézni, hogy 10 év alatt állami nagy beruházásból, gátépítés, útépítés, hídépítés, melyik cégek hogyan kaptak megbízásokat, és láthatjuk, hogy akkor 60%-a vagy 70%-a ment külföldre a nyereségnek, most pedig jóval látja, kisebb része. Azzal kezdtem, hogy nem akarnék bemenni a konkrét ügybe, hanem hogy az érzet ezzel kapcsolatban az talán sokkal fontosabb, mint maga a helyzet. Így van, talán politikai szempontból, mert szerintünk a helyzettel különösebb jogi probléma nincsen, és nyilván valaki ezt másként látnak, akkor feljelentést tenne, és akkor büntetőjárás elindulna ez ügyben, de mi korábban volt hagyó. Nem volt feljelentés, mert az ellenzéki politikusok azt mondják, hogy ők tettek feljelentéseket. Hát én azt, hogy nyomozás elindult volna, azt nem láttam. Sukor ügyben is tett az LMP feljelentést, abban már van elég konkrét ügy. Ha itt tett volna, vagy lehet, hogy tett is, abban én nem látom a. Akkor ez a Sukorból kiindul, hogy a 3 éves folyamat. Igen, de ott azért egyértelmű volt az elejétől. Én nyilván mindig az ellenzék mindig fogja vádolni a kormánypártokat korrupcióval. Szerintem nem volt olyan ellenzéki párt az elmúlt nem tudom hány száz éve európai demokratikus történetében, amikor az éppen aktuális ellenzéki párt nem mondta volna az éppen aktuális kormánypártra, hogy ott van a hatalomnál, pénzekről disponál,
ergo korrupt, csak vannak olyan kormányok, amikkel szemben nagy ügyek keletkeztek, mint hogy most is mindenkinek eszébe jut, hogy BKV-től elég sokféle botrány, vagy büntetőügy, meg már elítélt politikusok bal oldalon, de itt a jobb oldal kapcsolatban sem az elmúlt két évben, sem a korábbi négy éves kormányzati ciklus alatt nem lehet olyat mondani, hogy volt valami nagy botrány, amiből ugyanolyan elítélések születtek, mint ahogy ez megtörtént öböl ügyben és sok más egyéb. Na most itt van egy ellenzéki politikus, mint ahogy nem ölik, nyilván azt mondani, majd amikor ők lesznek kormányon, akkor kiderülnek az önök disznóságai. De hát ez már volt, most önök kellene kormányon látszó, jönnek. Ott volt. 140 vagy hány ügyben tett feljelentést. Ebben igaza van. És akkor mi lett utána? Elítéltek bárkit az elsőornak, pedig ott is ugyanezek a nevek, ugyanezek a vádak körülbelül elhangzottak, és mégis egyetlen egy büntető nem lett belőle, pedig utána 8 évig szocialista kormányzás. Hát ez egy hosszan kifutó ügy lesz valószínűleg, épp úgy, mint a korrupció ellenes harc. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.